Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Kecskeméten. Megkérem az egybegyülteket, hogy közösen énekeljük el a tiszta univerzum mantráját, Óm Nám hétszer. <tis> Szépen. 2500 évvel ezelőtt a Buddha több száz tanítvány előtt beszédet készült mondani a kesejű sziklán. Leült, a tanítványok felé fordult, és ők figyelmesen várták, hogy a Buddha elkezdje a tanítást. A Buddha nem szólt egy szót sem nagyon sokáig. A várakozás értetlenségé fajult, az értetlenség enyhe zavar rá, és a megfelelő pillanatban a Buddha felemelt egy szál virágot. Senki sem értette, csak mahákás, az első számú tanítványa. aki elmosolyodott. A buddha ekkor így szólt. Rendelkezem az igaz tanítás szemével, a forma nélküli igaz formával, a mindent megváltó nyirvának kapujával, melyet most átadok Mahákás Ezzel indul a pátriárkális átadás, melynek 78. nemzedéke az én tanítom, Szungszán Sákjomoni Buthát alapítóként nem pátriárkának szokták mondani, de enélkül az átadási vonal nélkül a tan nem lenne itt. Butha nagyon sokszor mondta, ne higgyétek el a tanításomat csak azért, mert a hagyományvonal átadja. Ne higgyétek el azért, mert logikusnak tűnik. Ne higgyétek el azért, mert tiszteletreméltó emberektől halljátok esetleg. Ha úgy tűnik, hogy megszólít, próbált ki, és ha működik, nőj föl hozzá, ha akarsz. De ha úgy látod, hogy haszontalan, nyugodtan dobd félre, és menj nélküle. A zen a hagyományos indiai bölcseletnek, a jogának a hetedik szintje, a gyána. Ez került át a 28. nemzedékkel, Bodhi Darmával Kínába. Bodhidarma az akkori császárral, Liang ország császárával, amely Kínának egy nagyon nagy ország része volt, párbeszédet folytatott. Az uralkodó már értesült Bodhi Darmáról. Ezer évvel Buddha utánról beszélünk megkérdezte, számtalan szerzetest segítettem, számtalan templomot emeltem, mennyi erényt gyűjtöttem ezáltal? Bodhidharma azt mondta, semennyit. Az uralkodó meglepődött. A második kérdése így szólt. De hát akkor mi a jelentése a iratoknak?" végtelen tér, semmi szent, mondta Bóti Akkor kiáll előttem? kérdezte az uralkodó. Nem tudom, mondta Bóti Semmi közöset nem találok nézeteinkben, mondta az uralkodó, távozhat. Ekkor Bóthi Darma átkelt a Yangtze folyón, elment Shaolin templomába, és Kilenc évig ült egy barlangban, a falnak fordulva. A tizedik évben jelent meg Hui Ko, aki az első kínai pátriárka lett. Sákjamoni Buddha és Mahakásyapa között lezajlott egy szavak nélküli párbeszéd. Vúralkodó és bóthidarma között lezajlott egy szavakkal megvalósuló párbeszéd. A kettő azonos vagy különböző? Ha azt mondod azonos, akkor a az semmi poklába jutsz. Ha azt mondod, hogy különböző, akkor a butha eléd dobja a virágot, darma pedig 30-szor megüt a botjával. Hát! Odakint alkonyodik, Idebent 120 szempár figyel. Az ennek a lényegét, bár nem lehet szavakkal kifejezni, mégis mindig előttünk van. Nem támaszkodik az írásokra, közvetlenül a tudatra irányul, a felébredés nem más, mint igazi önvalónk tapasztalata. Ennek az átadása pedig csak tudattól tudatig valósulhat meg. A tudattól tudatig való átadás mind a két nagy tanító, Sákyamoni Buddha és Bodhidharma esetében is megtörtént. Mahakás apa felfogta, vúralkodó pedig nem. Vúralkodó buddhista volt, Bodhidharma pedig zenmester. Mahakás apa egy tűzjogi volt, aki több évtizeden át gyakorolta a védántát, a jogát, a számkját, a nyája vajisésikát. Mestere volt az összes indiai filozófiának, mégis valami hiányzott. Hiányzott, amit a buddha úgy mondott a szútrák végén, és ezáltal tudatom nem nyugodott meg a giveszána, nem nyertem el a nirvánát, nem tapasztaltam meg az örök boldogságot. amikor ezt a hangot hallod, nincs gondolkodás. Nincs én, nincs más. Nincs megvilágosodás, nincs szenvedés. Ez az a lényeg, amely generációról generációra át kellene, hogy menjen embertől emberig, tudattól tudatig, írásoktól függetlenül, rendszerektől függetlenül, kultúráktól függetlenül. A legértekesebb az emberben az, hogy amíg nem ismeri fel az emberen túlit, az ember fölöttit, addig valójában nem lát. Amíg a halált nem tapasztalja meg életében, addig az életének sem ad értéket igazán. Megkérdezhetnéd, hogy miért vagyunk ilyen paradox, ellentmondásos lények? Nem tudjuk. De ha nem ezek lennénk, akkor nem fejlődnénk. Nem tudatosodnánk. Nem törekednénk az énség letisztázására, hogy mi ez a fogalom, amit mi énnek nevezünk, ami rajta volt az édenkerti kilépő a hátulján vastagon rányomtatva. Elkezdtünk magunkra látni magunkról és másról véleményt mondani, dualisztikusan gondolkodni, mert ettünk a jó és gonosz tudásának a fájáról. ez a csend, ez hiány volt, vagy teljesség? A szanszkrit fogalmak közül az egyik legérdekesebb a sunyatá, amely hibás nyugati fordításban az üresség jelentését kapta. Ha megnézzük az eredeti szanszkritot, akkor az üres teljesség vagy teli üresség lenne az igazi jelentése. Fel lehet ezt fogni élő szóval? Vagy esetleg csak tapasztalással? Emberi létünk másik nagy paradoxonja az énen kívül, maga az a gondolkodás, amit mi annyira, annyira becsben tartunk. Az elme mindig felszeleteli a valóságot, mindig nevet, formát hoz létre, összehasonlít, logikus, paradox, ortodox, heterodox, mindenféle tudás, a doxa az a tudás. Miért kell ez? Nem lenne jobb egy kicsikét úgy zártabb homlokcsakrával, és nem gondolkodni ennyit? Ez a kérdés, hölgyeim és uraim, már rég releváns. Már rég kibújt az énség szelleme a palackból, nem tudjuk hány tízezer, hány százezer éve. Csak azt tudjuk, hogy körbe-körbe járunk az élet és halál körforgásán, és nem tudjuk megkerülni azt a kérdést, hogy kik vagyunk mi. Mi ez az én? Mi ez a dualisztikus gondolkodás? Honnan jön? Hová megy? Hogy tudom meghaladni, irányítani? Egy picit uralni, hogy ne ennyi szenvedést teremtsünk. A jóga eredetileg azt jelentette, hogy uralom. A véda azt jelenti, hogy a látás bölcsességének megszerzése a vidja, mint látás fogalma, az a buddha tanításának a középpontjában áll. Ha eléred igazi önvalód, akkor megtapasztalod azt az eredeti tudatot, amely téged emberré tesz, de valójában ez nem ember. Amitől látsz a szemeddel, hallasz a füleddel, gondolkodsz az elméddel, érzel a szíveddel, de valójában ez nem te vagy mégis ettől érzed magad annak, aki vagy. Ez az a valami, amire az elméd rágyártja az én címkéjét. És ez szükségszerű. Ezt nem tudjuk elkerülni. Nézd meg, az újszületnek még nincs meg, és a nagyon-nagyon hajlott korúnak már nincs meg. Hogyha még éber fiatal korodban eléred az én meghaladását, akkor teljesíted be legnagyobb nyugati bóthiszatvánk tanítását, aki azt mondta, bizony mondom néktek, ha nem lesztek gyermekek újra, nem léphettek be a mennyek kapuján. A mennyország és a nirvána azonos vagy különböző? Ki vagy mi vár téged ott? Egyáltalán lesz téged? Leszel te, aki oda belépjen? Úgy tűnik, hogy könnyebben átmegy a teve Jeruzsálemnek a tű alakú gyalogkapuján, sem hogy a karmában túlságosan gazdag ember beléphessen a mennyországba. Ezért boldogok azok, akik lelküket nem dúsítják túl gondolati karmával, és ezért szegényebbek, mert övék a nem kettősség tapasztalata. Tessék ezzel egy picikét belő dolgozni. Tessék a saját utadat megtalálni. A nyugat kivetítette ezt a lényeget egy isten alakba háromszor is. Egyik sem működik különösebben jól. Nézd meg a ráépített életvitelt, kultúrát, gondolkodásmódot. Jelenleg ott tartunk, hogy még a ciklikus, egzisztenciát sem ismerjük fel, de külön meg kell tanulni a hulladék gazdálkodást, mert nem világos, hogy minden körfolyamatban zajlik, holott előttünk van minden évben ezen az éghajlaton, hogy tavasz, nyár, ősz, tél, és megint tavasz. Tehát a ciklusokat nem látjuk, holott azért holt hónaponként a családban legalább egyszer előfordul. Az se. Tehát azt hisszük, hogy a lineáris múltból, a lineáris jövőbe valahogy elevítszkélünk egy távoli teremtéstől egy távoli végítéletig. És hogy a körforgás az valójában nincs. És ezért közel állunk ahhoz, hogy az élőhelyünket, ezt a gyönyörűséges, ciklikusan működő bioszférát a Földön teljesen tönkretegyük. Tehát mikor fogunk végre felébredni? Mikor fogjuk végre az álmainkat levetni, amelyek annyira valóságosnak tűnnek? Mikor fogjuk végre az elme szüleményeit relatívnak és nem abszolútnak kezelni? Ez a kérdés. És hogyha ezt időben megtesszük, akkor felismerjük a négy nemes igazságot, amelyből az első a szenvedés ténye. Nem kendőzzük el. Nem másítjuk meg. Tudomásul vesszük, hogy mulandóak vagyunk, hogy felvettük a testet, felnövünk, megöregszünk, meghalunk, és ezt a mulandóságot mi nehezen vesszük tudomásul. És hogy ennek van oka, ez a második nemes igazság, hogy a szenvedésnek van oka, nézd meg, hogy honnan jön. Nem árulom el a titkot. Mi hozza létre a szorongásodat, a félelmeidet, az utálatot, a gyűlöletet, az intoleranciát, amivel harcolunk a másik ember, embercsoport és az univerzum törvénye ellen? Mi hozza létre mindezt? Nézd meg magadban, hogy ez hogy történik, amikor elönt az epe, amikor nem látsz a pipától, amikor agyvérzést készülsz kapni az honnan van, mi hozta fel az energiádat, ide szív csak rába, és ilyen vulkánszerű dühöt érzel. Honnan van ez a szenvedés? Honnan készülsz éppen kiirtani a melletted lévőt, mert egy picit rálépett a lábadra a trollibuszon? Hogy? Hogy van ez? És bizony van a szenvedésnek megszüntetése, amikor a dualisztikus gondolkodás ellobban. A butha így szólt, az énség képzete olyan, mint a tábortűz. Ha összetolod a fákat, és meggyújtod, ott a láng, és ott van az énség érzete. Hogyha széthúzod a fákat, akkor lejjebb megy a tűz. Ha teljesen széthúzod, lelohad, és kialszik. Hogyan tudunk tehát leválasztódni a karmákról és olyan tiszta tükörben látni, ahogy Mahakásyapa látta Butha virágát ahogy Bótidarma látta a vúralkodó tudatát, és úgy játszott vele, mint idomár a tigrissel. Mennyire függsz a rendszerektől, a neveltetésettől, a kultúrától, a belétkondicionált gondolkodástól és érzelmektől? Azaz mennyire vagy egy szerep, egy olyan személyiség, akit összeraktak, és nem teremtette meg önmagát. A negyedik nemes igazság az, hogy igen, a szenvedésből van kivezető út. És ez pedig a nemes nyolcrétű ösvény. Az az érdekes, hogy mindegyik azzal a szóval kezdődik, hogy helyes. Helyes nézet, helyes beszéd, helyes hozzáállás, helyes erőkifejtés, helyes elmélyedés, helyes életvitel, éppen nyolc, nem soroltam föl mindet. De lehetne több is. Az érdekes az, hogy ezt a helyest, ezt teszi a buddha elé, az összes tag elé. Mitől lesz ez helyes? Talán azért, mert tisztán látunk, tisztán hallunk, tisztán gondolkodunk és tisztán érzünk. És ezt csak akkor tehetjük meg, hogyha tiszta a tudatunk. Mitől lesz tiszta a tükör? Mitől lesz tiszta a tudat? Nagyon sok meditációs tanítótól hallhatod, hogy eredetileg az elme olyan, mint a hullámzó tó, fújja a szél, és amikor a hullámok egyszer csak elülnek, és a szél is elül, akkor a tó tükre tiszta, és mindent úgy mutat, ahogy ez fölötte van. Igen, ez kezdetnek nem rossz, de ennek itt nincs vége. Az elme dualisztikus üzemmódja és eredeti tudatod tiszta, mozdulatlan tapasztalata ez nem két létező. Ez egy valaminek a kétféle üzemmódja, vagy létmódja. Ahogy a fényt tapasztalhatod hullámként és részecskeként, tűzként és fényként egyaránt. De ez ugyanaz a fotonnyaláb, ugyanaz a hullám. Csak először részecskeként látod, másodszor hullámként. Az emberi dualisztikus elme és a hozzákapcsolt érzékszervi bázis képtelen arra, hogy egyszerre lássa mind a kettőt. Láttatok már olyat, hogy egy rajzon, fekete-fehér kontúrban szerepelt egy gyönyörű, fantasztikus hercegnő. Kalappal, orral, nyakkal, dekoltással, ruhában, és egyszer csak megfordítod a fekete-fehér kontúrrajzot, és egy gonosz boszorkány van ott. Hát ez hogy lehet? Nem láthatjuk érzékszervileg a valóság egészét. Itt van az emlékeztető arra, hogy a valóságnak van egy olyan része, amit érzékszervekkel nem foghatunk föl. Még az érzékszervit sem látjuk teljes mi voltában egyszerre érzékszerveink segítségével. A gondolat, a gondolat meg olyan, mint a háló az óceánban. A háló csak halat fog, de a tenger nem fogja ki. Ha elérsz ehhez a tiszta, tükörszerű tudathoz, akkor minden helyes lesz, mert tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán gondolkodsz, ahogy mondtam. De ha nem érred el ezt, akkor állandó hullámzás van, szeretem nem, szeretem én, más akarom, nem akarom, jelen, múlt, jövő, jó, rossz, mindenféle dualitása szét vagy szakadva, és nem látod a saját karmád általad való teremtettségét, tehát Frankenstein vagy az ember helyett. A saját karmát patchwork -je. Mindenkinek a kívánsága pró vagy kontra, megvalósul vagy nem valósul meg benned. A szüleid meghiúsult és megvalósult álmai egyszerre. Nagyapád és nagyanyád főztje, cipője, ruhája mind rajtad van, benned van. És ki vagy te? Az ösvényen az én eredeti nem létezését belátni viszonylag könnyű. Lebontani azt a falat, ami magad vagy, már nehezebb újra rakni a személyiségedet, hogy az az ember légy, akivel a következő életedben is szeretnél együtt élni, már nagyon ritka. És ha ez sikerül, akkor mire használod föl? Csak arra, hogy jól érezd magad, mert végre kevesebb szenvedést teremtesz, tehát boldogabb lehetsz, és másokat is boldogabbá tehetsz? Vagy esetleg azért, hogy aktívan segíts másoknak a felébredést elérni? Azokból az illúziókból kijönni, amelyeket te már állítólag meghaladtál. És itt a körforgást megint emlékezetünkbe kell idézni. Olyan rövid az élet. Olyan kevés aktív évünk van. Annyira rövid az az időszak, amikor te tényleg éber vagy. Tényleg cselekvőképes, vagy tényleg önálló, vagy és nem a körülmények, kapcsolatok és kondíciók húznak, vonnak előre-hátra. És úgy néz ki, hogy enélkül a kényszerhelyzet nélkül legtöbbünk megőrülne, megbolondulna, vagy gazemberré válna. Ezek a késztetések, feltételek, ez a nyomás tart minket az emberi birodalomban. Az, hogy függünk egymástól, hogy megtapasztaljuk saját tökéletlenségünket, és ezzel elviseljük másokét is. Így tehát a mulandóság, kölcsönös függés és tökéletlenség, mint a lét három alapjegye, szépen meghajol előtted, mert te elismerted őket, és tudomásul vetted, hogy a karmád az ez. A karmád az mindig tökéletlen, mindig kölcsönösen függő, és mindig mulandó lesz. Képzeld el, ha nem lenne ilyen. Meg tudnál tőle szabadulni? Ugye, hogy nem? Örülj annak, hogy nincs tökéletes karma. Örülj annak, hogy nincs tökéletes személyiség. Örülj annak, hogy az egoitásod fala mulandó, és átjárható, és feltételhez kötött. Tehát bizonyos feltételek mellett te tényleg jobb ember lehetsz. Meg tudod ezeket teremteni? Na ehhez kell rálátni a lét feltételhez kötöttségére. Arra a láncolatra, amiből a létünk származik, ahogy fölvesszük a testet, ahogy megszületünk, ahogy fölnövünk, ahogy egyre inkább életben vagyunk és az érzékszerű világhoz kötődünk. És azt, ahogy elkezdünk kifele menni belőle, Elhagyni a testet, és utána pedig meghalunk, és a test megy a temetőbe, a lélek pedig a helyére, ahonnan jött. Tudod, honnan jöttél? Mert ha nem, akkor félsz haláltól, mert nem tudod, hogy hová mész. Adj magadnak egy kis időt arra, hogy ezt a lelket, amit a hátizsákodban hordasz, egy kicsikét tedd le magad el, és tudatosítsd, igen, ez vagyok én. Én így gondolkodom, én így érzek, én így teszek, én így beszélek. Ezt szeretem látni, ezt szeretem ízlelni, azt gyűlölöm hallani. Azt pedig ne is érezzem. Te, te meg ne gyerek közel. Hú, -hú nagyon. Mit tennél ezzel a lélekkel, hogyha most megtudnád, hogy fájdalommentesen egy új gyermektestben, egy apró, pici csecsemőben folytatódsz, ezzel a karmával. Örülnél neki? Szeretnéd? Vagy kérnél egy kis időt, mint a sportmeccseken, és gyorsan még kiberakosgatnál lelked hátizsákjából dolgokat, hogy te pont az a lélek légy, aki szívesen leszületik újra egy emberi testbe. Lenne munka? Lenne kapkodás? Lenne erőfeszítés? Ezért mondom, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy ide nem bűntudat kell, ide csak felelősségérzet kell. Ne azonosulj a hibáddal, hanem javítsd a hibádat. Tudnod kell, hogy kétféle nemlátás vagy avígyjá létezik, amely a szenvedés gyökere. Az egyik az, amikor a sötétségben nem látsz. A másik az, amikor a fény vakítál. Mind a kettő vakság. elküldheted a hibádat a horizont mögé, hogy ne lásd. Ez az önfelmentés. És letakarhatod vele a szemedet, hogy így se láss. Ez is önfelmentés. A felelősség vállalás az, hogy a tükröd nem ragaszkodik az én a személy megtalálja az eredetét, a színész megtalálja a rendezőt, és a hibádat látod, elismered, és kiavítod anélkül, hogy azonosulnál vele. Elismered az általad való teremtettségét, létét, és ezért le is bonthatod, meg is tisztíthatod. Egy egészséges személyiségre szükség van, de az ego falára nincs. Meg tudjuk a kettőt különböztetni? Itt, Európában, a nyugati féltekén ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz, amikor valakinek a szájába azt a mondatot adták, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Így nehéz. Hogy senki nem juthat az atyához nálam nélkül. Tehát csak rajtam keresztül mondja állítólag ő. Ezt mondta? Biztos, hogy ezt az elképesztő énséget tette az autópályára, középre? Hogy mind a négy sávot elfoglalja? Biztos? Tedd föl a kérdéseidet, merj kérdezni magattól is, és most tőlem. Kinek van kérdése? A nem gondolkodás és a nem gondolkodás közötti paradoxonra szeretnék a fejembe rendet tenni. Bocsani, tehát a nem gondolkodás és a nem gondolkodás között? Igen. Az első nem gondolkodás és a második nem gondolkodás az azonos vagy különböző? Különböző. Mennyiben? Hát a, az elmém úgy generálja le, hogy az egyik esetben úgy kéne, hogy kinézzen, hogy ez egy nyugodtság, biztonság, a másikban meg ez a teljes sötétség. És a gyakorlásomat meg is gátolja ez a paradox, amit idézett a fejembe, hogy ha a nem gondolkodás a cél, de a nem gondolkodásnak van egy olyan oldala is, amikor úgy lemegy a függöny, Bizony. hogy az meg valahogy nem tudok vele azonosulni, és ez így ez ilyen paradoxon csinálta. Nagyon jó, jó, fantasztikus a kérdésed. Az egyik nem gondolkodás az az információhiány. Keressel valamit, és nem találod. És hogyha nem találod, butának érzed magad, mások hülyének néznek, és teljes káosz van, vagy sötétség, mert az elme nem találja azt, amit keres. Nincs meg a konklúzió, nincs meg a tanulság, valami hiányzik. Ez az információ hiánya. Ezt hívjuk úgy, hogy kis, nem tudom. Nagyon pici, és így, és így nagyon viszket, és ez borzalom. A nem tudható tapasztalata, az meghaladja a tudást és a nem tudást az információ jelenlétét és hiányát addigra az elme már annyit tanult és annyira intelligens lett hogy meglátja hogy van a gondolkodás fölött valami ami nem azonos vele és ezért félreteszi a keresést ezért megtalálja amit keres ez egy kínai mondás ha félreteszed azt, hogy keresel, biztos megtalálod azt, amit keresel. És ez már az, hogy tudatosan a tárgyát a tudatnak elveszed, és csak a tudat marad. És amikor csak a tudat marad tárgy nélkül, gondolkodás nélkül, akkor válsz egyé. Akkor tapasztalod meg a tiszta teret, tiszta tükröt, mert nem keresel semmit, nem gondolsz semmire. Ez a nagy nem tudom. Oké? Okay? Köszönöm. Nagyon szívesen. Mit értettél meg? Azt, hogy nem baj, ha nem tudom, nem baj, ha nem gondolkodom, mert hogyha. hogyha... Ne essünk a lónak egyik oldalára se. Tehát, ha gondolkodsz, csak gondolkodj, mert tudod, miért teszed. Ha nem gondolkodsz, akkor ne gondolkodj, mert pontosan tudod, hogy miért nem gondolkodsz. Oké? Ez jelenti azt, hogy az elme valami nagyobbat szolgál, mint maga. Az elménk nagyon jó szolgának, de uralkodónak borzalom. Észrevetted? Amikor nagyon igazad van, és melletted így hullanak az emberek, pusztulnak a kapcsolatok, de neked nagyon igazad van. Ugye? Ha kell gondolkodj, ha nem, nem, ismert fel. Jó? Köszönöm. Szívesen. Lesz. Én két hete voltam elvonuláson ilyen egynapos zenénál, ahol volt leborulás. Meg volt is szó utána a leborulásról, hogy napi 27-ről jó lenne ezt felvinni 108-ra. Igen. Hát én ezt a 27-et elkezdtem, de valami óborzalom eredménye van. Tehát Örülök. Ingerlékeny vagyok, ideges, féltékeny, minden olyan érzés előjött bennem, amit alapvetően szabadulni szeretnék, és elrontottam valamit. Egyet mondj meg, légy szíves! Ezek az érzések és karmák csírájukban legalább a leborulás megkezdése előtt is jelen voltak benned? Persze. Jó, Csak hát akkor megnyugodtam. Utána. Nagyon megnyugodtam, tehát a zen szívem most szabadon dobog ugyanis nem azonosítod a kórházzal a betegséget. Nem az orvostól lettél beteg. Nagyon jó. Tehát a zen az egy felnőtt műfaj, nincs ilyen kis new age-es tutuigatás, csicsiigatás, hogy képzeld el, hogy te a tengerparton meleg homokban fekszel, és a napsugarak sütik a kis melkasodat, és a tenger mossa a lábadat, és egyszer csak jön egy krokodil, amelyik leharapja. Tehát nem ez van, hanem az van, hogy közvetlenül rálátsz a tudatra. És a leborulás, hölgyeim és uraim, megmozdítja ezt az úgynevezett mikrokozmikus energiakört, amely tetőtől egészen gerinc aljáig, Bizony ketyek bennünk. Többféle nyugati tudomány is rámutatott erre. Az egyik legérdekesebb az a kráneoszakrális terápia, amelyik a hátsó felünkön, ahogy áramlik az energia ebben a folyadékban, a likvorban, ugye a gerinc és a fej között, ha ez az energia kapcsolat megszakad, nagyon gyorsan megöregszünk és meghalunk. Tehát ez az energia a leborulás által felpörög a csakrákban tárolt információ megjelenik, és ha elég ideig csinálod, megtisztulsz. Ha nem, akkor azonosulsz a karmáddal, és még rosszabb lesz. Tehát képzeld el, hogy te elmész egy kocsi mosóba, és elindul a kocsi mosás, és látod, hogy az a sáros, mocskos, olajos víz, az ott jön ki, és úristen. Hát ez a mosó, ez szörnyű. De nagyon sokáig nem kell gondolkodni, hogy tényleg a kocsi tiszta lesz, és a víz pedig, ugye, koszos. Tehát a leborulás által ez az energia felszínre hozza a karmádat, és a tisztánlátás által a nem azonosulás mozdulata, vagy mozdulatlansága elhozza a megtisztulást. Úgyhogy ez még csak a kezdet, kérem szépen. Lesz ez még rosszabb is. Ezért minél többet borulsz le, és tessék szíves térdre vigyázni, olyan tisztulási tapasztalatai lesznek, amennyi energiát beleteszel. Csak abba hagyni nem érdemes, mert akkor tényleg rászárad az emberre minden kaki. Tehát ezt nem. Elkezdtél gyakorolni, gyakorolj. Templomban is, helyi közösségben is, otthon is. Ugyanis megszokja a lélek a tisztulás tapasztalatát. Hidd el, és hogyha nem adod meg neki a lehetőséget, az energiát és a tiszta tudatot minden nap, akkor a karmád üvölt és dörömből, hogy tessék engem lehúzni a wc De hogyha nem húzod meg a zsinót, és nem töltöd újra a tartályt, és érted, ha nincs WC-csésze, akkor nem fog lemenni a karmád a lefolyóba. Ezért kell gyakorolni. Oké? Okay? És ez nem ígéret. Nem remény, nem félelem, ez tény. Ha gyakorolsz, akkor eleinte nagyon durva, és ez mutatja, hogy valamit jól csinálsz, és nem hazudsz magadnak, és nem illúziókat keltesz, így szépen megfestjük a hajunkat, hogy jobban nézzünk ki. Ilyen kis spirituális glettel így szépen betömködjük a tudatunk részeit, hanem csiszolgatjuk az önkép smirgliévvel, az igen. És hány ilyet látsz te? Na az ilyen, amikor ez, hát ez, ez nagyon jó. Tessék tovább csinálni. És ne hidd el, ne hidd el, lásd, és ne hidd el. Ismerd el, hogy az ott van, de ne tartsd meg. Ne azonosulj vele, ne mondd azt, hogy ez én vagyok, vagy nem én vagyok. Ez jó, vagy rossz. Látom, hogy jön, látom, hogy megy. Kész. És így a helyére kerül. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Kitartás az édesanyám nagyon beteg, illetve nagyon sok betegsége van, és... Van szem, És hát igazából keresik az okát, hogy mitől vannak neki állandóan fájdalmai. Több orvos látta a különböző szakterületek, és nem, nem találják a magyarázatot, és Hát ugye betegségei során ö, úgy alakult, hogy ö, hát ő volt pszichiátrián is, aztán kiderült, hogy nincs valós pszichés probléma, amit ott kéne kezelni, de valami mégis van. De közben most már, amikor legutoljára vittem kontrollra ö, a doktornőhöz, akkor a doktornő mondta neki, hogy ő úgy gondolja, hogy ő folyamatosan befelepakol mindent. És ez valóban így van, tehát gyerekkorom óta mi ezt látjuk, ebben éltünk, emellett nőttünk fel és azt is látja, hogy, hogy semmi segítséget nem fogad el, ő, nem, ő anyukám kimondja, hogy nem hisz senkinek, semminek, semmiben, tudok ennek is segíteni. Nagyon, nagyon. Mert nagyon, nagyon, nagyon szeretni. Minél bonyolultabb, minél kiterjedtebb az elme gondolkodása, annál több sebezhető pont van rajta. Ha megszólal, már hibázik, és minden együttérzése. Köszönöm. Ó, hát még nem végeztünk. Anya, te azt mondod, hogy nem hiszel semmiben, senkinek? Magadnak hiszel? Azt, amit magadnak mondasz, azt elhiszed? Évek, évtizedek óta szomatizálod a karmádat, ez hogy befelé rakja, rárakja a testre. Tehát annyit gondolkodik, annyi érzést halmoz föl. Olyan elképesztő tárház van, hogy már az elme aktív része nem bírja a lélek megtelt, tehát ráterhelem a testre. A test a háttértár, a tünet a betegség. A betegség végre elveszi az energiát az elmétől annyira, hogy ne gondolkodjon annyit. Ne tápláljon annyi érzelmet. Ne teremtsen annyi dualitást, ne szenvedtesse magát és másokat ezzel. Anya, valójában mit akarsz? Szeretnél meggyógyulni? Vagy szeretnél beteg lenni? Döntsd el! Hogyha beteg szeretnél lenni, abban segítelek. Ha meg szeretnél gyógyulni, abban segítelek. Kéred? Igen. Akkor ezt elhiszed, ugye? Két lépésből mat. És együttérzéssel tessék csinálni, de kőkemény bölcsességgel. Miért? Az elmének ez az elképesztő, önző, saját nézeteibe másokat bevonó figyelmet, fekete lyukként bevonzó magatartását tessék kiiktatni. A legdurvább az, amikor azt mondod, hogy anya, te még betegen is tudsz nekem segíteni. Te még betegen is tudsz engem szeretni. Megtennéd és akkor valószínűleg el fog kezdeni sírni egy kicsit. Úgyhogy ez mind rendben van, hogyha együttérzéssel bontod le az én falat, mert hidd el, ilyenkor van a legnagyobb szüksége a társaságra, a családtagra, a szeretetre, a figyelemre, az odafordulásra. És ezt meg is kérdezheted tőle. Édes jó anyám, mire van szükséged? És egy a listát fogadni. Ugye? Ezt, ezt írd le nyugodtan. És visszakérdezted, hogy anya, ezt elhiggyem? Mert úgy tűnik, hogy te elhitted. Akkor abban hiszel, hogy erre szükséged van. Ha igen, akkor én is elhiszem, és hozom, és csinálom, és itt vagyok. Érted? Tehát így lehet, ezen az úton lehet. Nem, nem muszáj ezekkel a szavakkal az égszerelmére, ezen az úton lett. Le kell bontani az én falát úgy, hogy lássa a kölcsönös függőséget, hogy mennyire mulandóak vagyunk, és milyen kevés időt töltünk egymással. És ekkor az együttérzés benne is fölébred. És képzeld el azt, amikor Sung 76 évesen kórházban volt, mi ápoltuk, mert mi voltunk a szellemi fia, és vagyunk is egy páran, örömmel jelenthetem. És ő zemmesterként azt mondta, hogy jaj, jaj, annyira elnézést kérek, hogy ilyen helyzetbe hoztalak titeket, hogy ápolnatok kell engem, gondold el. Mindent megtettünk volna, érte? Ha azt mondja, hogy hozzunk a holdról gyógyszert, irány náza, lőjetek föl, és én hozom a gyógyszert a holdról. Értitek? Most. Tehát, és, és, elnézést kért azért, mert ő látta, hogy, hogy az ő betegsége, ami már tényleg olyan volt, hogy nem tudta lábon hordani. Vese, szív, minden. Tehát hihetetlen, hogy hogy elhasználta a testét, és ez másfél évvel a halála előtt volt. És volt olyan elképesztő minőségben, hogy téged akkor is úgy tükrözött, mint hogyha egészséges lett volna. Annyira érzett, annyira tanított, csak jelenléttel, vagy egy-két szóval mert nem tudott másképp működni, ő ez volt. És elnézést kért azért, hogy a betegsége miatt ő neki ennyi figyelmet kell kapnia, hogy szóul északi részéből a déli részben lévő nem kicsi kórházba másfél óra oda az út, másfél óra vissza. És ezt zokszó nélkül, hogy 24 órát ott voltunk. Ketten, mindig váltásban szépen. És privilégium volt, nem az, hogy huha, most kimegy oda, így föl mindenki, majd én. Látod? Tehát ez a hozzáállás az, hogy, hogy hogyan segíthetek. És tessék anyával egyszerre együttérző és egyszerre kemény lenni. Jó? Jó, köszönöm. Nagyon szívesen. Én megbénulva állok az alkotói munkámban. Egyrészt az öncélú személyes alkotásaim és a munkám bizonyos meccésben vannak, viszont most egyiket sem tudom végezni, és nem tudok fókuszálni. Lehet, hogy 28-29 éves vagy? Mondhatjuk. Akkor jó. Örömmel jelenthetem, hogy befejezted az első Szaturnusz ciklusodat, és alkotói válságod egyik legjobb időszakát éled, mert még fiatal vagy. Két esélyt látok, hogy kigyere ebből. Minden tégy félre, és a lehető legegyszerűbb módon kezdj el utazni. Kezd magad rábízni az univerzumra, úgyhogy nem hotelekben, meg ilyen puccos helyeken laknál, úgyse ez tűnik ki belőled. Vándorolj. Szépen hátizsákkal, egyszerűen, de biztonságban vándorolj. Ha nem, akkor kérj meg valakit, hogy vigyen el téged három helyre. A kórháznak a hullakamrájába, a börtönnek a magánzárka sorára, és a színháznak az öltözőjébe, ahol a színészek öltöznek. Mind a három helyen tanulsz valamit. De valahogy ebből az énség bénultságból gyere ki. Ehhez azt a falat, amit építettél, szét kell törni. Tehát vagy tudatosan kilépsz ebből a szerepből, és a világ majd ledörgöli rólad a több hónapos utazás során, vagy pedig ezt itthon kell a hazai karma szélsőségével megcsinálni. Válasz. 25 éves vagyok, a ciklus ez így számomra. 26-nál kezdődik, úgyhogy korán érő típus vagy. Jobb ezt most megcsinálni, mint később. 34 éves korodra fejezd be. Úgy Különben érzem, túl sokáig tart. Úgy érzem, van, hogy szükségem van egy mesterre. Nekem ez is. Egy, ez egy Nekem is. Ke keressünk egyet együtt? <laughs> Igen vagy nem? Igen. Hangosan? Igen. Harmadszor is? Igen. Na a fogadalmat tettél. <laughs> Háromszor szoktuk megkérdezni, megtarthatók-e általatok ezek a fogadalmak, egytől egyik, Akkor munkamegbeszélésre várlak a templomban. Jó? Jó. Helyes. Egyéb kérdés? Megvettem azt a könyvet, amelyikben a kohanok vannak. Hiba volt. Tudom. 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 Miért veszel te ilyen könyvet? Rosszul akarsz aludni? Igen. Hát, hát akkor, akkor én most mit csináljak vele? Hát... És az lenne a kérdésem. Hát most már meg, ugye megkaptam a választ, hogy rosszul tettem. Nem. <laughs> szóval én amikor ott álltam a könyvek előtt, akkor, akkor valahogy ösztönösen ide mozdult a kezem. És, és minden nap olvasok belőle, de nem ugyanazt, és tudom, hogyha tudom, nem tudom. Tehát, hogy, hogy egy koannal lenne jó dolgozni. Egy koan, csak egy kuan bánt engem. <laughs> Igen, tehát, <laughs> hogy, hogy személyesen kereselek meg a templomban, és kérjek egyet ne. magamnak. Ne, én akarok rosszul aludni, ne keresd meg. Tehát, <laughs> e Vagy, hogyha e olvasom, és elengedem, és csak átengedem magamon, mert azt érzem. Olyat hogy... tudsz, hogy csak átengeded a kuant hát. magadon, és nem gondolkodsz róla egy centit se? Olyat tudsz? Mert akkor gyere, ülj ide és folytasd. Tehát a kohan az a legprovokatívabb képződmény, amit az elme valaha magába tehet, és a legfinomabb rezdülés az már ilyen sziklaszerű, elképesztő tömbé válik. Egy hópihéből lavina lesz, mihelyt kohant olvasol, és az reaktív tudatod így pakolja a kettő hatványait egymásra, hogy mennyire utálja azt, hogy nem érti vagy nagyon szereti, hogy az van benne, meg gyönyörű, érted? Tehát így lehet egész nyugodtan, tehát ha mondjuk naponta csak egyet olvasol, okay. vagy több nap alatt egyet, is, ilyen lassan kérődző rajta, ahogy a tehén a kis bendőből és a recés gyomorból visszahozza a táplálékot, és egy kicsit kérődzik, mielőtt a százrétű gyomorba és az oltógyomorba visszanyeli. Innen van a tejecske, Tessék, tisztelni a tehenet, akár úgy, mint az indiak, akár úgy, mint ahogy itthon kéne, de nem tesszük. Azt mondják, marha. Próbálj meg te úgy emészteni, mint ő. Nem fog menni. Négy gyomra van. Bezonyám, kétszer kettő. És pontosan tudja, hogy mit hova nyeljen. Az ember nem tudja. Nagyon félrenyelünk. Rossz helyre tesszük a gondolatainkat, meg az érzéseinket, és megerjednek és mi megrohadunk tőlük. Tehát a kuan az olyan, hogy jó az elvonulás tüzében kisütni, és ne berohadjon meg az emlékezet hűtőszekrényében. azt nyugodtan, de ne gondolkodj róluk. Semmi gond. Az egyik legmagasabb szintű bölcsesség, amit valaha láttam, és az elején idegbaj. Tehát hihetetlen, ugye? És amikor rájössz, hogy mindez arra tanít, hogy te tartózkodj a gondolkodás általad felrajzolt mintáitól, kötöttségeitől, habitusaitól, hogy meghajolsz az emmestereket, hogy Úristen, ezt hogy tudták? Hogy tudták, hogy 1400 év múlva ez engem idegesíteni fog, és leszokom a gondolkodásról azért, hogy ne idegesítsem magam azért, mert nem tudtam Unmun Zenmester koanyát megválaszolni, hogy mit jelent az, hogy száraz szarabotan. 52-es. Tessék el, olvasni. Van ennél sokkal durvább is. És az elméd, mint a kis tréningezetlen kutya, így benyeli a csontot, és így, így csóválja jobbra-balra, és rájön az ember, hogy milyen buták vagyunk, és közben olyan brilliáns elménk van, és annyira okosnak tartjuk magunkat, hogy egyszerű kérdésre így, nincs válasz. És érzed, hogy van. Érzed, hogy van. De nem tudom, és úgy irritál. Hihetetlen jó. Na, ez az irritáció, a tanítvány egyik legjobb motivációja, hogy tessék erről leszokni. Tessék úgy uralni a gondolkodást, hogy ha kell, gondolkodom róla, ha nem kell, akkor nem. És a koampraxist javaslom elvonuláson ellenőrzött környezetben, darmamesterrel vagy zemmesterrel, és akkor a további karmák is, a hozzáfűződő karmák is helyükre kerülnek. A mindennapi olvasgatása semmi, vagy csak ne teker egy rá, jó? Rendben, köszönöm Nagyon jó. szépen. Helyes, olvas tovább. A kommentárokat is. Egyéb kérdés? Itt Van-e valami kapcsolat azzal kapcsolatban, és hogyha van kapcsolat, akkor megoldás is van-e, hogy ö, nem kérek segítséget nagyon kevés embertől, de a nagyon kevés embertől is nagyon-nagyon ritkán. És ö, kilenc hónapos koromtól, olyan három-négy éves koromig ö, elájultam, nem sírtam, ha éhes voltam sem. Hogy e között, hogy én már babaként nem ö, kiáltottam segítségért, e között lehet kapcsolat, és hogyha van, akkor én ezt szeretném megoldani magamban, hogy tudjak segítséget kérni. Az két akarma. Nem vicc. Előző életedbe hoztál magad egy kőkemény önmegtagadást. És hogyha ezt fel akarod oldani, akkor először lásd meg, hogy kinek segíthetsz, mert olyan könnyen te nem fogsz elfogadni segítséget. Hát először neked kell segíteni másoknak, és megnézni, hogy ők hogy fogadják el azt, amit kínálsz. És akkor felismered azt, hogy neked is van segítségre szükséged, és különösen ilyen elképesztő büszkeség esetén, mely nemzetünket jellemzi. Nagyon nehéz segítséget elfogadnunk, még akkor is, ha teljesen indokolt, és nem leszek attól kevesebb, az önképemet sem éri különösebben csorba, semmi gond. De Nézd meg azt, hogy kivé válsz azáltal, hogy elfogadod. Kivé válsz azáltal, hogy nem fogadod el. Erősebb lesz-e az fala attól, hogy elfogadod, vagy attól, hogy nem fogadod el? Hogyan lesz egy nyugodtabb, világosabb, együttérző, önzetlenebb, bölcsebb tudatod, azáltal, hogy elfogadod, vagy azáltal, hogy nem fogadod el? Ezekkel a kérdésekkel dolgozzál szépen. Köszönöm. Nagyon szívesen ezt elfogadta, figyelted? Nagyon jó. Egyéb kérdés? Ott. A dohányzás elengedésével kapcsolatban érdeklődnék Felülled. Leteszem a cigit.hu. Ja, köszönöm. Köszönöm, szóny. Hát ez gyors volt. Gyors volt. Elmondanád, hogy mi az, ami füstöl benned? Mi az, ami... Bennem? Aha. Hát igazából nem nem tudom megfogalmazni. De, de mert valami csak megveszi azt a cigit a nemzeti dohányboltba. Valami csak akar ott füstölni, égni. Milyen érzelmet nem vallasz be magadnak? Ez jó kérdés. Apám Lánc dohányos volt, nyugodjon békében. A családjának az összes férfi tagja, és amikor kicsit megismertem serdülőként, hogy ők mikem mentek keresztül, például ő kilenc éves volt, amikor a második világháború kitört, és így tizenöt, amikor vége volt. Hát nem önismereti tanfolyamra jártak. Mérdohányzott mindenki, és később volt olyan traumákat, olyan elképesztő sérüléseket kellett végighordozni azért, hogy túléljék, hogy felépítsék újra az országot, hogy nekünk legyen autónk, lakásunk, földünk, mindenünk. És ekkor nem tudtak más tenni, csak azt, hogy az összes olyan emberi gyöngéd, fájdalmas érzést elfolytottak, ami az akkori pillanat túlélését gátolta volna. És a szenvedély olyan, mint a tüzelőanyag. Nyomod össze, elér egy bizonyos sűrítési fokot, megjelenik a félelem. Még tovább sűríted, megjelenik a harag. És amikor a harag kiárad, a szikra az, hogy na most akkor teszek valamit, akkor jön a dű és az agresszió. Nézd meg a négy ütemű motor sűrítési ciklusát. Kipufogás, robbanás, munka. Nagyon hasonló. Nagyon hasonló. Hát mi az, ami benned odáig sűrűsödött, hogy már nem látod, de ott van a lelked mélyén, és égni akar, füstölni akar. Egyszerre akar stresszt és nyugalmat, mert a cigi ezt hozza. Egyszerre pörget föl, és egyszerre hoz valamilyen átmeneti nyugalmat. Van egy tárgyas meditáció. Nézd meg azt a késztetést, amikor éppen nyúlnál hozzá, és megmondod magadnak, hogy jó, dohányozhatok, csak kicsit később. De előbb megkérdezem, hogy mi ez, honnan jön. És pont arra az ingerre, arra a késztetésre, arra az akarat nyalábra tekintesz rá, ítéletmentesen, elfolytás és kiemelés nélkül, ami a lelkedben pont azt a cigit épp el akarja szívni. Mi ez? Honnan jön? És tartsd meg a pillanatot, és engedd, hogy ez az inger kirajzolja az eredetét és a következményét, az okot és az okozatot. Ezt szoktam úgy hívni, hogy a puzzle darabok maguktól a helyükre kerülnek. Ezt engedned kell, hogyha tényleg a végére akarsz járni, különben csak tüneti kezelések, tapaszait, tablettáit, meg mit tudom én, miért fogod magadba tömködni, és valójában a lelki mozgató rugóig nem fogsz eljutni. Úgyhogy döntsd el. A cigaretta szívvel téged, mert egy idő után ez lesz. Apámnak lebénult a jobb karja, úgyhogy orvos professzor volt, most gondold ezt el. Minden tudott az összes sejtalkotóról, minden tudott, hogy mi történik benne, és akkor se hagyta abba odáig, amíg a kollégájához a neurológiaja be nem került, és azt mondta, hát professzor úr, örülök, hogy itt vagy, de egy kis infúziót muszáj lesz bekötnünk. Na, tessék és meg minden. Két hét, és elmúlt az érszűkület, a mozgásközpont visszanyerte eredeti oxigéntartalmát, és akkor megint tudta mozgatni a jobb kezét. Na, döntsd el, Mikael. Egyéb kérdés? Én a karmáról szeretnék kérdezni. Én Ugye, Tetszett mondani. Nem tetszettem mondani. Én Mondtad. nem mondtam semmit. te Mi az a karma, mondd el! Azt mondtad, hogy ne azonosuljunk a hibáinkkal. De Így mások van. meg azt mondják, hogy bűnbánattal lehet karmát oldani. Akkor ezt hogy lehet egyensúlyba hozni, ezt a kettőt? Mikor takarítottál utoljára? <gül> Otthon? <gül> Lakást? Akárhol. Pár napja? Na, Hete? pár napja. A te lakásod, ugye? Uh -huh. Azonosultál a kosszal? Nem. Sajnáltad a koszt? Nem. Bűnösnek tartod magad azért, mert a lakás épp akkor poros volt és takarítatlan? Néha. Ne idegesíts, ne idegesíts, e borzalom. Te melyik templomból jöttél? Tehát, érted? Tehát te, te, te bekoszolódott az a szerencsétlen lakás, mert itt van a városban, és száll a por. Mindenki fával, meg szénnel fűt, mert nincs jobb, ugye? Tehát, beszállt a por, feltakarítjuk, mert a te lakásod a te felelősséged. Hát az, hogy te ne azonosulj a hibával, az azt jelenti, hogy ne ülj le a poros lakás közepére és sírj. Ezt ne tedd. Úristen, jön a por. Rám száll. Én is poros leszek. Még vastag a porréteg lesz rajtam, és olyan leszek, mint egy egyiptomi mumia, és ezer év után engem kiszednek innen. Na ez a hibával való azonosulás, érted? Nagyon vicces, de olyan tragikusan tudjuk csinálni te. Azért mondom ilyen könnyedén, hogy a lelked el tudja fogadni, miközben nevetsz rajta, valószínűleg nem küzdesz annyira az igazság ellen. Tehát, ha azonosulsz a hibával, akkor te leszel a por. Ha nem vagy hajlandó meglátni, akkor leválsz a valóságról. Tehát a bűntudat gátolja a hiba kiavítását. Ezzel a mondattal menj haza, és takaríts rendületlenül. Köszönöm. Szívesen. Fulladtam, és nem nagyon sírtam. Mondjuk én ezt a gyerekkori traumáimnak tudtam be, meg most is annak tudom be, és 14 éves koromtól kezdtem el, pszichológiai és egyéb könyveket olvasni, nem csak pszichológiai. Tehát az önismeretet azt elkezdtem elég korán, valameddig eljutottam. Azt ha... már volt? Hát... Kihúzt, tehát az egészségügyi problémáim rengeteg volt, de ezeket hol kihúztam magam belőle, hol visszaestem. Császárra születtél? Nem. Ez nagyon ritka. Tehát az sok-sok egészségügyi probléma az élet első 12 évében, beleértve a az ilyen szívcsakra problémát, akár azt ma, akár ugye, sírás hiány magyarul az érzelmek nem kapcsolnak be, legtöbbször császármetszéses szülésnél van. Az, hogy ez neked így fordult elő, az előző életbeli magaddal hozott karma, ugyanis az élet első 17 évében képzeld el azt, hogy egy fának a különböző rétegeit, gyűrűit megtapasztalod, míg elérsz a kérekhez, és a fakéreg az a jelenlegi én, amelyik Csatlakozik a világhoz, amit érzi a napfényt, az esőt, a kis hangyákat, ahogy mászkálnak. Úgyhogy ez nem más, mint annak a karmikus lerakódásnak a tudatos, először nem annyira, de aztán elég tudatos újraéléssel, amit a korábbi életeid érzelm és fizikai karmájából laktál össze szépen. Természetes folyamat, hogy ettől meg akarunk szabadulni. Meg akarunk haladni ilyen karmákat, és nem újra teremteni. Úgyhogy el kell jutni a teremtő pozícióba, amely által te megtisztulsz ezektől a karmikus terhektől, meglátni azt, hogy ezt milyen gondolatokkal, érzelmekkel tudod újra teremteni, és pont az ellenkezőjét kell gondolni és érezni, hogy ne teremtsd újra. Így. Ez a nagy problémám, igen. Hát akkor el kell érkezni a nem gondolkodás igen, és nem érzelem igen. formálás nemes nullpontjához, amely a nem dualisztikus tudatállapot. Tisztes Ennek sorban. számos útja van. Tényleg, nem vicc. Számos útja van. Indiától Kínáig, rengeteg. A zen az egyik lehetséges. Igen, ez is egy egyszerre... Sokszor volt az gondolatom, hogy mit kérdezek, és ez lett volna egyszer az egyik, ezért nagyon jó, hogy vajon a zene az. és Nem a zene. Vagy a zene. <laughs> Akár. Hanem a meditáció. A meditáció, Na. igen. A legnagyobb ö, felismeréseket a lányaim születése ö, hozta. Tehát az első kislányom, ö, ő nagyon ö, szereti lehúrántani a lepleket. Viszont ő úgy jutott, vagy jött erre a világra, hogy azt mondták, idegrendszer éretlensége van, stb. 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 én akarom őt segíteni, viszont nem tudom, hogy akkor tényleg ezt kellett tennem, hogy, hogy én hordjam-e bárhova, hogy én, hogy én bármilyen módon magamon segítve segítsek ő rajta. Az a félelmem a saját gyerekkori traumáimból kifolyólag, hogy én őtünkre teszem lelkileg, mm -mm. mert a nyomogatjuk félelmed a teszi tönkre, Nem a korábbi karmát. Aha. Tehát, hogyha van nagyon komoly képzés az embernek, hogy félelem nélkül éljen, az a gyermekvállalás. Hogy a félelmed, hogy hat a gyerekre, az brutális. Tessék a félelmet kikapcsolni, semmit nem oldasz meg, a legyengíted magadat is, meg őt is. Ha nem akarod, hogy a gyereket pánikbeteg legyen, tessék a saját félelmedet felszámolni. Úgyhogy igen, kölcsönösen segítjük egymást. Először viszont a szülőnek kell olyan helyzetben lenni, hogy segíti a gyerekét a felnövekvéshez. És a felnövekvés során a gyerek lepel lerántása, tükörtartása, tartása, nagyon spontán szeretett kapcsolaton keresztül megjelenő bölcsessége, ez segíti vissza a szülőt. Oké? Okay? Úgyhogy ez nagyon egyszerű, nagyon világos. Ebben a pillanatban milyen helyzetben vagytok, milyen kapcsolatban vagytok, és mi a teendő? Ezt kell mindig nézni. Jó? Rendben van. És párkapcsolatban egy utolsó eh, kérdés, hogyha úgy érzem, hogy. Eh, hát itt is egy nagyon nyilvánvaló, mint mindenki számára. Párkapcsolat, hát ott vannak a gyerekek. Igen. Hát ott van a gyerekek apja. Igen. Miért van akkor szükség egy külön párkapcsolati kérdésre? Mond. Egymás gombjait nyomogatjuk folyamatosan. A párkapcsolat férfi tagja az esetedben az a gyerekeid apja? Igen. Nagyon jó. Hát akkor 50%-ig már eljutottatok. El. Igen. Miért? Mert a másik 50% az az, hogy a gyermekvállaláson keresztül az éntelenedés vagy áldozathozatal és mindenki a saját énségét a gyermekek oltárára helyezze és égesse el. Hogy onnantól kezdve, hogy gyermek vagy gyermekek születtek hozzánk, már nem apuci vagy anyuci különvéleménye, hasfájása, preferenciája és egyéb elmetartalma a fontos, hanem a gyerek a fontos. És kész. Tehát a mester, hogyha megkérdez tőle valami orbitális hülyeséget, együttérzően, szemedbenéz és azt mondja, ez a kérdésfeltevés mennyivel vitt téged közelebb a megvilágosodáshoz? Gyermekeknél ez húsba vágóbb. Azzal, hogy életem párja így viselkedik, mennyiben segíti gyermekünk felnövekvését egészséges úton. És így szépen. Nyugodtan nyomogassátok egymás gombjait, a párkapcsolatban az adok-kapok teljesen természetes, csak a saját reaktív tudatot kell nagyon jól szabályozni. És ekkor eldöntött, hogy életet párja mely gombjaidat nyomhatja meg úgy, hogy te arra reagálsz, és mely gombjaidat nyomogathatja végtelenségig, és akkor se történik semmi. Jó? Ö, Ö, nagy, nagy lett a csend. Látom, ez még eddig nem volt meg. De... semmi baj. Megold, mert így érzem én is, hogy nem egymás gombjait kell nyomogatnunk, mert a gyerek a lényeg. és is most, most kívülről, pedig, kívülről akarsz megoldást, nem. kívülről szeretnél valami nézetet, hogy én mondjak neked valamit, amit aranytálcán hazaviszel. Nem, nem lesz ilyen. Tessék, magadon dolgozni. Ha jól csinálod, a gyerek is meditálni fog, meg az apja Igen. is egy idő után. Erre Abba hagyja a sorozatnézést, kíváncígen. és bejön oda, ahol ti meditáltok, és megnézi, hogy ti mitől vagytok ilyen jól? Na, pedig csak nyugalom van. Következő kérdés. Én köszönöm. Itt. Évekkel ezelőtt, nagyjából úgy három vagy négy éve volt egy meditáció közben egy nagyon negatív élményem, ami később traumához vezetett, vagyis hát nem később konkrétan, konkrétan utána. És azóta nekem az önkifejezéssel nagyon nagy problémáim vannak, illetve hát ugye nálam is azért működik ez az alkotói válság tehát így teljes mértékben felülíródott az addig életem. És kezdődött egy új, és igazából ehhez szeretnék is segítséget kérni, mert például azóta én, én, nem tudok meditálni. Tehát nincs az a, az a nyugalmi állapotom, ami képesé tenne arra, hogy... Milyen módszert gyakoroltál, amikor ez történt? Ö, én nagyon sok helyig az öt tibeti joga gyakorlatot ö, folytattam, ö, ami egy teljesen új tudatállapotot nyitott meg számomra. Ö, Hanvas Béla, ö, rengeteg Hanvas Bélát olvastam, ami szintén ehhez nagyon nagy mértékben hozzájárult maga. A meditáció az, az egy csendes elmélyülés volt. Kitől tanultad? Előadásokat hallgattam. Müller Pétertől, tehát így konkrétan nem volt mesterem. És konkrétan hagyomány sem. Az öt tibeti joga gyakorlat nem tulajdona vagy kizárólagos tanítása a négy tibeti iskola egyikének sem. Elszédültél, amikor a pörgőset csináltad az öt tibetiba? Volt rá példa, de nem mindig. Oké. Okay. Milyen gyorsan oszlott el ez a szédülés? Öt másodperc. Az jó. Amikor a másik négyet csináltad, elszédültél bármikor is? Nem. Talán, amikor hátrahajoltam. Aha, oké. Okay. Volt-e egy súlyzavar a négy, már kicsit fizikai alatt, ami nem a pörgős? Nem. Oké. Okay. Akkor most írd le nekem így szóban ezt a negatív élményt, hogy mi volt az. Hát egy nagyon negatív, öm, hogy mondjam. Öm, tehát nekem az egy nagyon nyugalmi állapot volt, és bejött egy, úgy éreztem, hogy alfa, és akkor bejött egy nagyon. Hat, hát egy káromkodás konkrétan. A tiéd? De, öm, A tiéd? Nem. Kié? Akkor egy nagyon ö, problémás életszakaszban voltam, és. Ö, Hát együtt éltem édesanyám, édesanyámnak a legjobb barátnőjével, aki előtte kimondta. De olyan nagyon hangsúlyosan és nagyon a szememben. Tehát hallottál egy káromkodást ennek a nőnek a hangján magadban, és ez volt a negatív élmény, amitől abbahagytad a meditációt? Ö, a nem az, az ő hangján is. szólalt meg, csak ezt hallottam. Tehát ez a nagyon negatív behatás jött. Ettől nem szoktunk abba abbahagyni egy meditációt? Itt volt egyéb? Itt volt egy zuhanás élmény utána. Aha. Egy olyan, mintha valaki késdöfött volna a hátamba. Oh, ez már komolyabb. Igen. És hát egy halálélmény. élmény. Elszédültem. Na végre. Akkor két dolgot kell tudnod. Az egyik, hogy nem tanácsos semmilyen belső utat tanító Tanítás és tanítványi közösség nélkül gyakorolni, mert itt van az a hiba, az a fajta felszínre kerülése egy tudattalan tartalomnak, hogyha lett volna tanítód, és egy világos vonalat gyakorolsz, és nem otthon rakod össze, nem az összeolvasott dolgokból vagy előadásból, és lenne egy közösség, ahol mondjuk rendszeresen meditáltál volna, ez vagy nem következik be, vagy ha bekövetkezik, akkor azonyomban tudod, hogy hogyan viszonyulj ehhez a karmához. Amit hallottál ott jobb hátulról, ami a leborulás eredménye, az körülbelül olyan, mint mintha ez lenne a borkóstoló, az meg a boros borospinca, amikor rádesnek a hordok. De a szőlőbe még nem jutottunk el. Tehát Ítéletmentesen mondom, hogy azt csinálod, amit az európaiak és az amerikaiak többsége egyénileg próbálkozik. Ezt hívom nagyon sokszor tuningnak És együttérzésemmel együtt mondom azt, hogy ezt így nem folytathatod tovább. Azért, mert belekezdtél valamibe, amire így rázártad az ajtót, mert kaptál egy negatív élményt, és akkor az érzelmi öm, hátbaszúrás illetve az energiavesztesség, halálélmény, ez azt sugalja, hogy ebben valami rossz van. Nem, ez nem rossz, csak olyan feltérképezetlen területre lépett a tudatod, ahol elvesztetted az uralmat magad fölött. És a második hírem az pedig az, hogy édesú anyádnak ezt a barátnőjét, ezt egy ideig tessék elkerülni. Ugyanis erősebb, mint te. És az, hogy ennyivel erősebb, mint te, ez átmenetileg neked egy riasztójelzés kell, hogy legyen. Mihelyt a tudatod letisztul és megerősödik annyira, hogy az ilyesféle káromkodás az nem fog egy uh, lavinaszerű belső történés sort elindítani, onnantól kezdve lehetsz a társaságában semmi gond. De érezd meg, hogyha valaki a karmájával leural, annak a következménye ilyen lehet. És ezért kell a tudatot nagyon erőssé, nagyon tisztává és olyan minőségűvé tenni, hogy kibírja, mint a jó lengés csillapító a magyar utakat, azt a rázást, azt a fajta behatást, ami egy melletted levő nagyon erős jelenlétből és nagyon ártó jelenlétből következik, hiszen egy dűimpulzus a káromkodás. Akkor szoktunk káromkodni, amikor tehetetlenek vagyunk. És a tehetetlen cselekvés beleütközik a falba, és akkor a méreg ugye át akar szivárogni a résekkel, és ennek az első ütése az a káromkodás maga. A mögött, nem, a, nem, a, szavakkal van a baj, bár a magyar azt tudja csűrni, csavarni nagyon, tehát az olyan díszesen tudjuk, hogy hihetetlen. A mögötte lévő energiával van baj, mert az mérgezett meg. És ezt ki kell tudni szedni. Tehát én adnék neked egy együttérzés mantrát, és ezzel az együttérzés mantrával kellene Egyrészt úgy dolgoznod naponta, hogy mindenféle remény és félelem nélkül, és akkor valószínűleg ez elkezd távozni belőled. Ezt most azért nem teszem meg, mert tényleg az egészleges közelítésre van szükséged. Ez mit jelent? Ez hát azt jelenti, hogy egy ilyen élmény és egy ilyen szándék esetén, amit most felvázoltál, én erőteljesen javaslom, hogy gyere legy egy napos zenre, vagy egy zentáborra a templomban, mert itt lehet érvényesen, helyesen, ellenőrzött körülmények között megkezdeni ezt a munkát. Köszönöm. Nagyon szívesen. Hogy működik ez az elvonulás, vagy milyen? Itt hagyod az otthonodat, eljössz a templomba elvonulni, elkezded, boldogan befejezed, és egy 2.0-ás verziójú önmagaddal hazajössz. <laughs> é, és azt szeretném megkérdezni, helyileg hol van? Helyileg ez a Pilis hegységben van, uh -huh. a fárikúti forrástól nem messze. Akkor elmegyünk ilyen elvonulásra gyakorlatilag, ott alszunk, ugye? Tehát teljesen, nem biztos. Elbiztos. Ezért Én mondtam az egynapos zent. Ja, tehát egynapos zennel kezdünk, igen. ebből lehet egyet, kettőt, mivel egy hétvégén általában három van, akár hármat is vállalni, Ekkor ott alszunk. De ha valaki az otthon a biztonságos magányában, vagy a kiskutyája, kismacskája ölelésében szeretne e, álmot aludni, azt is lehet, és akkor hazajössz. A zentábor, az csütörtöktől vasárnapig tart, ez már ott alvós. Ez a kétféle kezdés van. És utána lehet a középhaladó és a haladó felé menni. Ö, még az a kérdés, hogy erre hogy lehet jelentkezni, vagy hol? Vagy milyen, te a templom mondani? tér nevezetű honlapon, melynek tiszteletemért a fejlesztője itt ül a közönség soraiban, melynek nagyon örülök, és ha a templom térbe bejelentkezel, minden eseményt meglátsz, minden eseményre, alkalomra lehet jelentkezni, szépen sorrendben, és azt mindenkitől kérem tisztelettel, hogy a tudnivalókat olvassa el. Jó. Nem hosszú, de ha nem olvasod el, nagyon gyorsan kiderül. Köszönöm Jó. szépen. Én is köszönöm szépen. Itala. Én kérdezném azt, hogy a, a Petefészkén ezek a ciszták, azok ö, ö, anya vagy apa sebek? Hogy ott az milyen karmát hoz magával? Biztos, hogy engem kérdezel? <laughs> Igen. Hát most gondold, hogy néztem a személyemet, hogy nőgyógyászat, szülészet, honnan tudjam én ezt? Hát drágám, hát ez erről egy szakembert kell megkérdezni. Most gondold, hát pillanatok alatt kovács diplomát kapnék, hogyha erre bármit... Szomatizált karma, ezzel nem lehet nagyon-nagyon tévedni. Tehát az, hogy testre levitt karma, és hát, elnézést hölgyeim, de hát a termékenység fészke, az a hozzá kapcsolódó összes intézmény és szerv, az elképesztően erősen érzelmek által befolyásolt. Nagyon nézzük meg, hogy milyen érzelmeket viszünk rá gyönyörűséges testünkre, mert az előbb-utóbb szervi elváltozásokat fog okozni, ha nem vigyázunk összes többi szakembertől tessék megkérdezni. Jó? Köszönöm. Szívesen. Van valami utolsó kérdés, amitől jó fogom érezni magamat, és nem kisebbség érzéssel távozom innen? Tessék sekem segíteni. Van egy tíz éves kislányom, és az lenne a kérdés, hogy őnek egy ilyen gyerekkori reumatikus betegséget állapítottak meg, ilyen autoimmun hogy hogy tudnák én rajta segíteni. Elég makacs, tehát térd és boka szokott uh, problémás uh, dolog lenni. És uh, három éves kis huga, vagyis, uh, bocsánat, három év uh, különbséggel van neki egy huga. Tehát azóta vannak ezek a problémák. De igazából a, a lényeg az két éve kezdődött nála, tehát most tíz éves, hogy uh, Próbálok tényleg így ráhatni pozitívan. Elsősorban ahogy... reumatológus. Az, az már a tüneti... megtörtént. Tudom, de folyamadó. kötelességem elmondani, mert Igen. én nem vagyok az. Orvos se vagyok, terapeuta se vagyok. De, mihelyt a tüneti kezelés megvalósult, Igen. és uh, valamelyesféle homeosztázis kialakult, ahol uh, ő tud létezni, tessék egy családállításra elmenni, jó helyre, megfelelő szakemberhez, akinek jó híre van, régóta csinálja, stb. stb. És felállítani ennek a két gyermeknek, a szülőknek, a nagyszülőknek, az esetleges elabortált magzatoknak, meg nem született ikertestvéreknek a viszonyát. Itt lesz a titok. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Itt. Minden szülő tulajdonképpen szeretne a gyermekének a lehető legtöbbet megadni? Nem. Hol húzza nem. meg a határt? Én, én, én nem ezt látom. Nem ezt látom. Ha te ezt akarod, akkor egy nagyon érdekes szülő vagy. Én azt látom, hogy a szülők nagy része a saját egoitását szeretné ráerőltetni a gyerekre, és azt mondja, hogy mindent megadok neked. Uh -huh. Tényleg szüksége van a gyereknek arra a sok mindenre, amit adsz neki? vagy ezáltal azzá akarod formálni, akivé te szeretnéd, hogy legyen. Nem. Jó, akkor elég tiszta a szándék. Nézd meg, hogy a gyereknek tényleg mire van szüksége. Nem mindent akar megadni neki, mert telhetetlen lesz még akkor is, hogyha nem sikerül, érted? Azt add meg neki, amire szüksége van. És annyit, amennyire szüksége van. Olyan minőségben, hogy annak a minőségét azt értékelje, és ne pusztán a mennyiségét. Itt óriási csapdák vannak. Helyzetfelismerés, kapcsolat, cselekvés per együttműködés. És hogyha így nézed, a gyerek mindig hálás lesz, mert amire szüksége van, aminek örül, amitől fejlődhet, amitől biztonságban van, és a többi, a egészséges, ez megvan neki. De amire nincs szüksége, mert csak a szülő oda gondolta, hogy majd ez jó lesz neked, és a gyerek nem akarja, és nincs rá szüksége, és nem is segíti, hát akkor... Tehát ne tessék mindent megadni, csak amire tényleg szükség van. És már nagyon korán, pár hónaposan el kell különíteni, hogy a gyerek mit akar, és mit tehet meg veszélytelenül, vagy tényleg mi szükséges. Te gyerek, mindenre kíváncsi. Ezt nem engedjük meg, hogy a kis súlyát beledugja dug a dugaszólóhajzatba a falon. Biztos, hogy nem. Azt sem engedjük meg, hogy a kutya tájából legyen, pedig a kutyát is szereti, és mindent, amit a kutya csinál, azt megpróbálja utánozni. Figyeld meg. Úgyhogy helyzet, kapcsolat, cselekvés. Ne adj meg mindent. És nagyon hálás lesz. Az álmaidat végképp ne add meg neki. Nem fogja beteljesíteni. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Mit tanácsolnál te ma ilyen 10-12 éves gyerekeknek, akik normális körülmények között vagy közül érkeznek, egy olyan környezetbe, ami számukra teljes mértékben testidegen? De miután kötelező. Miért oktatás? kerültek oda? Mert kötelező az oktatás. Minden iskolában. Oké? Okay. Okay. És hát el Mi... kell vinnem őket minden reggel, és haza kell hoznom őket. Minden az iskolát gyertek. tartod idegennek? Igen. Mitől az? Mert már négyet próbáltunk. Nem ezen múlik, hogy hányat próbáltál. Mitől idegen? Mert az a gyerek, akinek ma nincsen meg minden, az nem tud, nem tud beilleszkedni egy olyan környezetbe, ahol ez a trend, hogy a trendet kövessük. Mit csinálunk az iskolában? Lopjuk az időt. Hmm. Hát nekem pedagógus diplomám van, és most elszomorodtam. Ez nem vicc, én olyan tudatosan tévesztettem pályát, hogy hihetetlen. Hát nincsen könnyű dolguk ma a pedagógusoknak, ez tény. Igen, de az orvosoknak sincs. Nekik sincs, igen. A közszolgáknak sincs. Az útjavítóknak sincs. A mezőgazdászoknak sincs. A járműjavítóknak sincs, ahol a szerelvényeket javítják, hogy vezethessük a mozdonyokat. Tehát senkinek nincs könnyű dolga. Az iskolában tanulunk. Nem a trendet követjük. Nem pusztán beilleszkedünk. Az kell. De tanulunk. Olyan iskolába kell menni és vinni a gyereket, ahol tanulhat. És meg kell tanítani arra, hogy mit kaphat meg az iskolában, és mit nem, és amire nagyon, már 10-12 éves pubertás lázadó serdülők korában meg kell tanítani, hogy a törvény ellen nem lehet lázadni sikeresen, és most nem pusztán azt mondom, amit leírtak, és a magyar közlönyben továbbítottak, hanem az univerzum törvénye, ami az ok és az okozat törvénye, hölgyeim és uraim, ez a darma. Ez az ok és okozat törvénye az, hogyha valaki nem tanul, akkor neveletlen marad. Versenyképtelen marad. És néha nagyon nehéz helyzetben saját tetszésünket, nem tetszésünket legyőzve meg kell tanulni azt, amire szükségünk van még akkor is, hogyha nem szeretjük a környezetet, vagy a tanítót valami miatt, szegénykémet, mert stresszelt és ideges, és odavágna legszívesebben, de nem vághat, Úgyhogy a gyereket meg kell tanítani felnőttnek lenni. Sajnos sokkal korábban, mint amennyire szeretnénk. De ez a világ nem kívánságműsor, hanem egy helyzet, amiben beleszülettek, beleszülettünk. És a szülőnek az egyetlen előnye az a 30-40 év for, amivel többet látott, hallott, tapasztalt. És a gyereknek meg kell tanítani azt, hogy az iskolában tanulunk, Kész. Minden más tegyen félre. A trendet, a tetszést, a nem tetszést, mindent. És ekkor előnyben lesz ahhoz képest, azokhoz képest, akik ezt nem teszik meg. Tehát ugyanez a képernyő függéssel. Tehát azokhoz képest mindenki előnyben van, akik könnyékig benne vannak a telefonban, tabletban, komputerben, mert ha nem vagy benne, akkor az elméd nem esik szét darabokra másodpercenként 24szer. Oké? Okay? Tehát a gyereket felnőtté kell tenni ebből a szempontból, mert ha nem teszed, lopja az időt, ő lopja az időt, mert feleslegesnek érzi az iskolát, ahol viszont tanulni kéne, és egyébként lehet is. Úgyhogy tessék ebbe az irányba menni. Remélem, hogy mindannyian megtanuljuk életünk leckéit. Mert anélkül hiába vagyunk tápcsatornák. Nem tudom, hogy éjszaka, amíg alszom, mi történik az elmémben, mert amikor lefekszek aludni, akkor még lelkileg úgy érzem, jól érzem magam, és mikor reggel fölkelek, akkor nagyon sokszor jönnek a negatív gondolatok, érzések, akár a gyomorideg, és nem tudom, hogy mi történt éjszaka. Hogyha azt mondom, hogy beszélj a férjedről három mondatot, mit mondanál? Hát most egyedülálló vagyok, de még ő hívta föl annak idén a figyelmemet, hogy mi történt velem. Még előző este jót beszélgettünk, jól éreztem magam, és reggel meg úgy keltem fel, mint egy hárpia. Egyedülálló vagy. Mióta? Igen. Öt éve. Uh -huh. Ez jön belőled. Nagyon. Ha van az érzelmeidnek egy olyan rétege, amit elismersz magadban, és egy olyan rétege, amit nem. Az a réteg álomban előjön, és nyomod is vissza, nagyon keményen, elfolytott dű, rengeteg. Tehát próbálsz jó ember lenni, de belül ott van a kazán, az az izzó, lefolytott érzelemtömeg, ami álomban előjön, ki is fáraszt rendesen, és hozza ezt a változást. Tehát hogyha ezt folytatod így, és nem hozod a felszínre, és nem tisztulsz meg ezektől, akkor olyan leszel, mint Dr. Jekyll and Mr. Hyde, ez két lény, de valójában egy valakinek a nappali lénye, meg az éjszakai lénye. Nappal egy fantasztikus emberi lény, és éjszaka pedig vérfarkas. Úgyhogy tessék ezeket az elfolytott érzelmeket, ezeket belül látni, a meditáció és esetleg pszichoterápia erre alkalmas. És Megnézni azt, hogy valójában a te saját édes apáddal rendezte -e a viszonyt. Mert úgy tűnik, hogy nem. Így van? Igen, volt egy. Nem ilyen nem már, mert van egy ilyen gondolatom, mert hogy van egészségügyi problémám, és pont erre ez jött be, hogy uh -huh. ez a gondolat, hogy a kapcsolatban uh -huh. kell rendeznem. Még. És ha nem él, akkor is rendezni kell vele, mert csak a testét hagyta el a lelke. Ezt szoktuk annak hívni, hogy meghalt. De a viszony nem szűnik meg. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Hölgyeim és uraim, utolsó éber másodperc, miután annyit kérdeztetek, és mielőtt hazamegyünk. Megköszönöm mindenkinek a megtisztelő jelenlétet, hogy a darmát ma este kecskeméten ismét felszére hozhattuk. Hálásan köszönöm segítőinknek és itteni szangatagjainknak azt a gyakorlatot, azt a munkát, amivel a tant tovább vihetjük minden lény boldogulására. Köszönöm a figyelmet.